Sziasztok, Uniker vagyok, ez pedig a Hiányzik a Hip-Hop, ezért beszélek róla. A napokban SM egy elég érdekes kiírást ejtett meg az egyik Insta sztoriában. Erről fogunk néhány szót ejteni, úgyhogy vágjunk is bele, tartsatok velem. Lázadj fel, lázadj fel, ha nem tetszik a mese, hoppa, lázadj fel. Mint említettem, SM kitett egy Insta sztoris kis megnyilvánulást, és elég csípősre, elég erősre sikeredett, ami eléggé elgondolkoztatott engem bizonyos dolgokba, de hogy mi is volt ez a kiírás, azt most megnézzük együtt. Odafigyeltek már! Még mindig lepisálnám azokat az előadókat, akik simán lelépnek egy buliukról fellépés nélkül, csak azért, mert nekik nem megfelelő a létszám. Nem tudom, miről beszél, mert én csak üldögélek itten, és békésen szukodúzok, látja? Azzal, hogy ott hagyjátok azokat, akik rátok várnak, nem azokkal basztok ki, akik nincsenek ott, hanem azokkal, akik fizettek rátok, akik pénzt tesznek a zsebetekbe. És azzal oltasz engem, fiam, hogy véletlenül vagy itt? Szaros kezdők vagytok, de az állítólagos nagymúltú kamu profik is azok, és azok is maradtok. Kérdezek valamit, miért cseszeget engem? Hogy van ez már? Ki akad attól, hogy egy fekete sikeres? Mi maga rasszista? Az egész országot megkérdezhetitek, én még egy közönséget sem hagytam ott, ha tizen álltak a színpad előtt, akkor sem. Lenyomtam ugyanazt, és ugyanúgy, amit utána egy több ezres fellépésen. Megmondom én, hogy mit csináljon. Menjen szépen haza innen, fizessen be egy nyaralásra, és lazítson egy kicsit, az csodákat művel az idegekkel, oké? Okay? Belétek kéne csapkodni az alázatot, aztán rájönnétek, mi a dörgés. A közönség felemel, a közönség eltemet. Komoly pénzekről, meg gerincről beszéltek, aztán ha cink a létszám, megiszkoltok. Fogd csak meg! Pont oda kéne vér, hogy kiálljatok azok elé, akik fenntartanak, de ezzel csak a fejükre szartok. Több ezer ember tudja, miről beszélek, mert ott voltam velük, akkor, amikor a nagy komolyak visszafordultak. Nekem ne gyere ezzel a baromsággal, fiacskám! Bevallom nektek, őszintén engem ez meglepett ez a történet. Én nem is gondoltam volna, hogy ilyen létezik, hogy valaki csak azért nem lép fel, mert kevesli a közönséget, és inkább ott hagyja a bulit, annak tükrében, hogyha akár csak 40-en is, de várnak rá, és szeretnék őt látni, és befizették azt a belépő jegyet, vagy szánták rá az időt, hogy a kedvencükkel találkozzon. Egyébként talán ezeken a bulikon lehet a legcsaládiasabb hangulatú kis atmoszférát kialakítani, és kicsit jobban lehet barátkozni a közönséggel, akár fellépés után a fotózkodás, vagy egy pár mondatos eszmecsere, amivel jobban lehet mélyíteni az előadó és hallgató közötti barátságot, illetve szimpátiát, de hát persze ezt mindenki maga tudja. Főleg annak tükrében, hogyha az előadó azért még meg is kapja a kis tiszteletdíját, hogy ilyen diszkréten fejezzem ki magam, mert ugyebár gondolom ezek az előadók nem ingyen szoktak fellépegetni. Jó kurva anyádát! Kivéve a BSV-t, akinek már van pénz, nem kell ugyebár a rapből megélnie. Nem kell rappelnem, mert megvan a pénz, megvan a pénz. De azért ez tényleg érdekes, hogy van egy ilyen létszám limit, hogy úgy oda megy a zenekar, és akkor megszámolja, hogy... 60 alatt nem lépünk fel, pont 51 van, sziasztok, tehát én ez nekem ez így nagyon furcsa ezt így elképzelni, vagy nem is, tényleg én nem gondoltam volna, hogy ilyen létezik. És itt van az, hogy megint az előadók jó alaposan szembe köpik saját magukat, mert mindegyik nagy mellénnyel hirdeti, hogy nem, én nem azért rappelek, mert hogy a számok miatt meg engem nem érdekel a nézettség, hanem a tartalom azt, hogy átadjak valamit, az érzést, amiket megértem, hogy segíthessek másoknak. És itt jön ki az, hogy dehogyis nem, nagyon is fontos a számadat, a létszámadat, meg minden. És pont, hogy a tartalom, az átadandó szöveg lényege az, ami kurvára le van szarva, hanem az a lényeg, hogy minél többen rákattintsanak, minél többen megnézzék, és úgy tűnik, hogy minél többen legyenek ott a bulikon, csak ez számít, semmi más. A minőség, kit érdekel, abból nincs akkor a gázsi. Beszedek sok gázsi. A szív, a lélek már rég elpusztult, úgyhogy innentől kezdve nem ez számít. És most már olyan nagy urak, hogy ezt is megengedhetik maguknak, hogy lemondjanak egy-egy bulit azért, mert nem érkezett meg annyi ember, amennyit ők a rangjuknak megfelelőnek gondolnak, tehát ha a rangjukon aluli a létszám, lelépnek. De nem is vagyok egy átlag ember. És azok, akik szívvel, lélekkel várták őket, hogy végre eljön a kedvencük, azok meg nyakon vannak szarva, miért nem jöttek elege, miért nem hívtatok több embert, ez a ti hibátok. A jó kurva anyát, a jó kurva anyátok! Tehát én úgy gondolom, ez borzasztóan gusztustalan, és én abszolút egyetértek az SM-mel ezzel kapcsolatosan. Egyébként megnéztem kommentekbe, ki mit véleményez erre. Nem meglepő módon jöttek is a nevek, többen megemlítették a BSV-t,
mi meglepő. Az van, amit akarok, fiatal vagyok és gazdag. Az AK-26-ot olvastam még, Mist többen emlegették, és hát nagyon sokan helyeseltek, hogy igen, valóban ők is ezt meghúzták, meglépték, ott voltak. Én nem tudom, nem voltam ott, tehát ebben nem tudok állást foglalni, de nyilván én úgy gondolom, hogy emberek talán ilyen téren nem találnak ki ilyen baromságokat, tehát ha már valakinek a nevét itt megemlítik, annak elképzelhető, hogy esetlegesen van valami valóság alapja, de hát mindegy, a rapperek már nagyurak lettek Magyarországon, bármit megtehetnek, úgy tűnik. Ez vallás a szarok. Na de mindegy, ennyire ne is menjünk ebbe bele mélyen, mert még a végén én is törlésre kerülök, mint Funktasztikus YouTube csatornája. Ennyi is lett volna ez a kis szösszenet. Ha itt jártál velem, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, nyomd meg a csengőcskét, hogy kapjál mindenről értesítést. Írd le kommentbe, hogy itt voltam milliók előtt, leírásba találtok linkeket, érdemes csatlakozni, találkozzunk legközelebb is, vigyázzatok magatokra, szeressétek a rappet, legyetek jók, ha tudtok, sziasztok!